Kedves gyerekek és kedves szülők, akik itt most eljöttek hozzánk, hogy együtt ünnepeljük a Mikulást, meg együtt várjuk, mert én már nagyon nem tudom, hogy vagytok vele, én már öreg vagyok, mint az országot, de még mindig nagyon tudom várni a Mikulást. Azon gondolkodtam, mikor jöttem ma ide a művelődési házba, hogy miért nem tud egyszer olyan szép téli idő lenni, amikor úgy az ember kimegy, és akkor örül neki, mert hogy egy kicsit szállingózik a hó, nem fúj nagyobb a szél, olyan igen, mint amit a mesekönyvekben szoktunk látni. Sajnos ez a csúnya köd, ez megint egy kicsit elveszi az embernek az ünnepi kedvét, de ez ne vegye el nektek attól a kedveteket, hogy most itt nagyon várjuk a Mikulást. Nem ő a Mikulás, pedig nagyon jól néz ki, nézzétek titán. Teljes tartik piros-fehérbe, jóva gratulálok, nagyon örülünk nektek. Csücsenjetek le, és akkor nem sokára megérkezik a Mikulás bácsi. Nagyon sok dolga van ma. El tudjátok képzelni, hány helyre kell mennie? Igen. Én nem is akarok utána számolni. Most itt, csak itt Tihanyba belegondolsz, mennyi gyerek van, meg Balatonfüreden mennyi gyerek van, meg Veszprémben mennyi gyerek van. Ahhoz mindhez el kell mennie, és akkor még az országról nem is beszéltünk meg az egész világról. Úgyhogy fogadjátok őt nagy-nagy szeretettel, hiszen nagyon messziről jött, és szerintem eléggé elfáradt, de én úgy gondolom, hogy először a Krampusz fog megérkezni. Nem tudom, fél-e valaki a Krampusztól? Nem félsz? Én se. De majd meglátjuk, hogy ez mennyire Krampusz ez a Krampusz, úgyhogy szerintem, hogyha lassan elkezdünk tapsolni, vagy valamit, akkor meg fogja hallani a Krampusz, és érkezik meg. Hoy
De boldog vagyok, hogy itt lehetek veletek. Ki volt az? A Krampus. Én nem vagyok itt. Elbújtam. Tessék, mondhatod. Jó Mikulás bácsi, Isten hozott nálunk, csak hogy itt vagy végre, olyan régen vártunk. Ugye soká jöttél, ugye elfáradtál, mire a zsákoddal itt eljutottál. Foglalj helyet, kérlek a nagy körösszékünkbe, nézd itt a Jumelkáj, ha közelében. Nagyon ügyes! Ki a második? Ott van, meg itt is. Ketten, akkor gyertek egymás mellé, de ne fordítsatok hátat. Álljatok egymás mellé, ha összenőttetek volna. Valamelyik úgy fogja meg, nézzetek oda a anyura és a gyerekekre, és úgy mondjátok. Nyugodtan. Gomba, nincsen semmi gondja, ha esor esik rája, nagy-nagyon akar imája, ha esor csak leveti, bankalapja teheti. Gyereki, ég a házad odaki, kapsz tejet, vajat, holnapra! És ez az! Nagyobb nyár érte! Thank you.